Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai ünnepi Isten tiszteleten. Isten hozta önöket Gömör egyik legszebb templomában. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat is. És olyan jó látni lelkészként, hogy így megteltek a padok, már csak illene minden vasárnap. Én kívánom, kedves testvéreim, hogy tudjuk most félretenni mindennapi gondjainkat, félretenni félelmeinket, fájdalmainkat, kinek mi van a szívében, és mindenkinek áldott elcsendesedést kívánom, és Istennek odafigyelést. Most pedig, testvéreim, fogadjátok nagyon szeretettel lelkész kórusunkat, aki készültünk a mai alkalomra. Fogadjátok a szolgálatunkat szeretettel. Ebből a hídből talpalkozott Bósa Lajos is, abból a hídből, amelyet így
akkori közösségben magába szívott. És én bízom bennem, hogy a mostani elhangzott ige után is, és minden ige után, ami itt elhangzik, mi is erősíteni tudjuk magunkba ezt a hitet, és azt a szeretetet, amely a hit által elénk jut, tovább tudjuk sugározni, környezetünknek tovább tudjuk adni. Én bízom benne, hogy ez így is lesz. Köszönöm a figyelmeket! Megköszönöm, gondok úr, kedves köszöntő szavain, kedves testvérek, Isten tiszteletünkre készülve, én már fennállva a 162. számú dicséretünket énekeljük. 162. számú dicséretünk első versét. Így jöttünk nagy örömben. Adjatok a Szent Lelket.
tudja, hős lesz a földön. A becsületesek nemzedéke áldott lesz. A mi segítségünk, Isten tiszteleti közösségünk megáldása, szívünk megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hálakkel szívvel köszönjük meg neked, hogy ezen a mai alkalmon együtt lehetünk itt a templomi közösségben, egyszerre emlékezve a nagy költőre és az ő családjára, édesanyjára, és egyszerre adva a hálát minden édesanyja életében. De tudjuk, Istenünk, hogy mindez a te ajándékod, és azt is tudjuk, hogy neked köszönhetjük, hogy mindez idáig megtartottál, megőriztél, oltalmaztál bennünket. És hogy most íme, már bűnös és gyarló emberek vagyunk. De Krisztus Jézus értünk hozott áldozatáért, kérve a te kegyelmedet, bűnbocsátó szeretetednek bizonyosságát. Kérünk, Isten, jöjj és áldó szeretettel védj körül, szólíts meg igényen keresztül, és kérünk munkálkodj bennünk Szent Lelked által, hogy a bennünket kereső igének, üzenetnek, befogadói, megtartói, és cselekvői lehessünk a mindennapokban. Ehhez kérjük a te áldásodat, légy itt velünk, szenteld meg szívünket, lelkünket, Atya, Fiú, Szent Háromság, teljes, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, az az ige, amelynek alapján a Szentlélek segítségül hívásával a mai ünnepi alkalmon szólni kívánok közöttetek, megírva található példabeszédek könyvében, a példabeszédek könyvének negyedik részében, a 23. versben. A példabeszédek negyedik részének 23. versében eképpen szól hozzánk Istenünk. Minden félbe őrzött dolognál jobban ott szívedet, mert onnan indul ki az élet. Amen. Eddig kedves testvérek, ünneplő, emlékező és hálaadó közösség. Május első vasárnapján, anyák napján, hálát szoktunk adni templomos közösségeinkben is. Az Istennek bennünket kísérő, gondjainkat elhordozó csodálatos ajándékáért, az édesanyjaink szeretet. És jó és fontos dolog ez ilyenkor egy cseppet megállni, egy kicsit elgondolkozni, visszatekinteni a múltba, és akár van lehetőségünk fizikailag megköszönni, vagy lehet, hogy talán csupán emlékeinkben idézzük fel a szerető édesanyát és nagymamának az emlékét. Egy valami biztos, hogy az ő szolgálatok, amit kértünk tettek, az pótolhatatlan és felülmúlhatatlan, hiszen az életet és teljes élet tapasztalatukat adták vagy adják át az ő általuk olyannyira szeretett gyermekek és munkának. És én azt hiszem, hogy amikor Húsa év kapcsán Húsa Lajos szülőfalujában emlékezünk meg az édesanyánkról, azt is biztosan állíthatjuk, hogy a költő sorsát és alapjában meghatározta a szülői, édesanyai háttér, akiről ha jól tudom, akkor azt mondhatjuk joggal, hogy komoly áldozatokat hozott azért, hogy fiát támogathassa tanulmányaiban,
támogathasson élete pályáját. Hisz valahogyan úgy van ez, szinte természetesnek is tartjuk, hogy mennyi mindent megtesznek a szülők, mennyi mindent megtesznek az édesanyák, az ő szeretett gyermekei. És ugye egy kicsit éppen ezen gondolkozva, amikor ugye szinte azt mondhatnánk, hogy szok is magyar nyelven mondani, hogy a szülő, az édesanyja szívét, lelkét kiteszi a gyermekét, akkor joggal jut eszünkbe ez a jól ismert bibliai ige. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Ebben a bibliai mondatban pedig, ebben a rövid és tömör tanításban a bölcsességéről ismert Salamon, akit a világ egyik legokosabb embereként tartanak nyilván, éppen azt a gondolatot intézi hozzánk, hogy mi is a legfontosabb. Vajon mi számunkra van a legfontosabb dolog, a legnagyobb érték, ami ebben él. Ha meg akarnám fogalmazni, persze így az ige alapján már talán könnyebben tennék, de hogyha elgondolkozunk az értéken, hogy mi is ma számunkra az érték, mi is számunkra az igazi nincs és a legdrágább dolog, talán néhányan rávágnak, hogy hát ma a legnagyobb érték, minden bizonyal a világ legnagyobb. Megint más azt mondaná, hogy igen. A másik legnagyobb érték az, hogyha mondjuk egy lottóütős nyerek, azzal mindent meg lehet oldani érkezni. Más számára a legkedvesebb ház, a legkedvesebb autó, a legújabb technikai csoda, ezek azok, amik értékként megjelennek a mai mindennapi életében. És ebből a rendkívül anyagias világból egy kicsit kivonva a figyelmünket, azt mondja Salamon, hát nem. Nem igazán az ilyen dolog, hanem a szív. Az a szív, ami az akkori gondolkodásban nem csupán egy nélkülözhetetlen szerv volt, ami biztosítja a vérellátást, hanem sokkal inkább az ember életében az érzéseknek, a megtapasztalásoknak, hitnek, gondolkodásnak. Tehát az egész lényegi életünk közé. És Salamon szerint a legnagyobb érték, kedves testvérek, a legdrágább kincs a világon, nem más, mint maga az Istentől kapott élet. Az Istentől kapott élet a maga érzésével, gondolataival, a maga szeretet. És milyen jó lenne, hogy ezt az Istentől kapott életet tényleg drága értékként tudnánk a mindennapon. És ez valamilyen szinten nagyon szépen tükrözi
Később időben már használtak egy ilyen kicsit furcsa, kettős kifejezést, azt mondták, hogy a gyermekük már valaki, hogy áldott terhet hoz. És amikor ma ez van, szinte ítéletként mondjuk ki, hát valaki terhes. Mintha az Istentől valaki ajánlja, az élet a mai ember számára egyfajta terhet. Pedig közben tényleg a legnagyobb kincs, amit semmi másra nem tudnánk elcsökkenteni. És manapság hányszor, de hányszor halljuk azt is, hogy milyen nagy felelőtlenség gyermeket vállalni a 21. században, hiszen annyi minden pénzbe és energiába kerül, hogy sokkal jobban megér, ha másba fel. Mert tudjuk a szép televíziót vásárolni, vele se fér a házunkba, szinte akkora, de olyan lakos, és tudunk újabb autót venni, amit busszal többen megyünk a szomszédének, mert így leszünk teljesen boldogok. És aztán idővel kis kutyát szépen felöltöztetjük, mert hát valami kis pótlék kell a számunkra. Milyen milyen különösen az ember? És több ezer év távlatából egyszer csak azt mondja Salamon, hogy mégis. Minden féltet dolgoknál jobban őriz meg szívedet. Mert ahol képülünk az élet. Tud értékelni az élet ajándékát, amikor rábízza az Isten, és Istentől kapott ajándékként tud értékelni a saját életet is. Mert bizony, kedves testvérek, nem csak másokról, nem csak gyermekekről, nem csak unokákról kell beszélni, hanem önmagunkról. Mi mit kezdünk? Minden féltett dolgoknál jobban őriz meg a szívedet.
a másik ember. És azért azt is ki kell hangsúlyozni, hogy az Isten bennünket is szépen egymásra is bízott, felelősek vagyunk ebben is. Akár itt a Radnóti közösségben, akár pedig az egész Gömbölyi Egyházmegyében, akár pedig ebben a Kárpát-medencében, vagy azon is. Az Isten azért gyűjtött bennünket egy helyre. Mert egymásra akart a bíznem a sorsokat és életeket. Csodálatos lehetőséget adott. Csak élünk az Isten adott lehetőséget. És amiközben mindezt tudjuk, közben ott van azért még egy üzenet, amiről nem felejtkezhetünk el, hogy nem csak számunkra drága érték az élet, hanem az Isten számára is. Mert ő annyira szeretne a életünket, hogy az egyszülött fiát is értünk ott, hogy nekünk életünk lehessen. Így amikor előttünk járó nemzedékről, édesanyjából emlékezünk, Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg.
meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. A gyülekezet helyet foglalhat.
dolgok szerte. Thank you.
természetesen hálamrelt szívvel köszönjük meg a radnóti gyülekezetnek, hogy ezen a mai alkalommal itt lehetünk együtt ebben a csodálatosan szép református templomban, és kívánjuk, hogy ahogyan a radnóti gyülekezet radnótiak ragaszkodnak csodálatos ősi örökségükhöz, és segítse meg őket abban, hogy a jelen és a jövő kihívásai közepette is hittet tudják a mindennapokat, a mindennapok próbáit is akár. Így kívánom Isten gazdag áldását a radnóti gyülekezetre, így kívánjuk Isten gazdag áldását mindannyiunkra. Záró énekül énekeljük a 90. számú zsoltárunkat. A 90. számú zsoltárunknak a 9. versét fogjuk énekelni, amely eképpen kezdődik. Szolgáidon láttasd dolgaidat, dicsőséged ezeknek fiaid. Ezt követően pedig nemzeti imádságunkra, a himnuszt fogjuk.